A Tisza hossza valamikor 1419 km volt, a folyó rengeteg kanyart és mellékágat alakított ki, így gyakoriak voltak az áradások. Több kisebb sikertelen próbálkozás, töltésépítések után gróf Széchenyi István szervezte meg a Tisza szabályozását, a munkálatok 1846. augusztus 27-én kezdődtek. A 170 évvel ezelőtti történésekről szóló nyíregyházi konferencián elhangzott, többek között az ország és a közlekedés fejlesztése, valamint a termőterületek növelése érdekében indították el a TISZA szabályozását. Egy nagyon összetett, bonyolult eszmerendszert alkotott meg Széchenyi, ennek vannak írásban beszédekben és gyakorlati vállalkozásokban megjelenő különböző változatai, és ezek nagyon szépen egymásra épülnek, egymással összefüggnek, és egy nagy komplex rendszert alkotnak, amelynek a célja nem más, mint Magyarországnak a felemelése, a haladása, a tökéletesedés gyakorlati megvalósítása az ő koncepciójában. Különleges térkép a kanyargó Tiszáról, alul Tiszacsege, felül Ároktő. Az 1846-os folyószabályozás emlékeit a Kálai gyűjteményben is megismerhetik az érdeklődők, emlékeztetett a gyűjtemény vezetője. Mohácsi Endre hozzátette, most egy új tárlat is megtekinthető a nyírvízpalotában. Ez egy új album, amely a 1940-es árvizet mutatja be inkább a szatmári részen, és ez az, az egyedi láp lecsapoló bizottságnak a fotóalbuma, és igazából ehhez kapcsolódik a második kiállításunk. Térségünkben legutóbb 1975-ben végeztek szabályozást a Tiszán, akkor Tiszaszalkánál kanyarátvágással formálták a szőke folyót.